Sziasztok papagájok, hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten egy túlélő részben, immáron a 21. epizódban. Ez a videó több dolog miatt is különleges, az egyik az, hogy ez a karácsonyi hetünknek az utolsó videója. Így van, holnap, vasárnap már csak egy stream lesz, Dogi Andival, valamint Ice Bluebirddel fogunk hypixelezni, mint körülbelül havonta ugye egyszer, valamint... Ez nem más, mint a 21. rész. Hát hello, új bázis, új téma és egy új fejezet ebben a világban. Remélem, hogy láttátok az előző részt, ugyanis az előző részben körbejártuk az első 20 résznek az építményeit, Shaderrel és minden jósággal. Nos, hát ennek nagyon-nagyon örültem én személy szerint, ugyanis tök jó volt így látni a világot, és hát most összeszedünk mindent, mindent, amire szükségünk lehet az új bázisunkhoz. Pár dolgot még szeretnék elmondani, amit az első 20 rész tanított nekem, csak egy-két mondatban gyorsan engedjétek meg. A leges-legelső az az, hogy igazából az egész túlélőzés egy teljesen másik része a Minecraftnak, teljesen más, mint a kreatív, mint ugye az építés kreatív módban, és ez nagyon sokat tanított nekem, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. A másik az az, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a környezeteteket megcsináljátok, még konkrétan a bázisnak a felhúzásának az első lépései között, tehát ez eléggé fontos. Na most mi a 19 és a 20. rész között egy Twitch streamben, kövessetek be, link ott van a leírásban, megcsináltuk ezt a kis részt, és hát ez nagyon-nagyon feldobta az egész bázist. Szóval igen, ez egy nagyon-nagyon jó tanítás volt, és hát végül a harmadik az nem más, mint az, hogy a scaffolding az én arch nemesisem, tehát nekem az az ellenségem. Én állok az egyik oldalon, a scaffolding pedig a másikon. Na de elég is volt a csipogásból, meg... Á! Oké, tehát egy rendes tűzijátékot vettem magamhoz véletlenül a sima rakéta helyett, és az megsebzett. Nagyon megijedtem. Na tehát azt akartam mondani, hogy menjünk irány, nézzük meg a területet, amit kiválasztottam a második szekciójához ennek a sorozatnak. Á, itt is van. Itt is van. Íme. Nem más, mint a Dark Oak erdő. Na jó, hát erről az éghajlatról engedjétek meg nekem, hogy beszéljek egy icipicit. Azok, akik már az eleje óta követik ezt a sorozatot, azoknak ismerős lehet, ugyanis jártunk már itt, mégpedig pontosan ennél a kis vízesésnél. Ha jól emlékszem, akkor a sárkány legyőzésekor abban a részben megtaláltam ezt a kis csermelyt, ezt a kis vízesést, ami egészen egyszerűen egy oázisra emlékeztetett és azonnal inspirált, és ezt meg is mutattam nektek, szóval ha érdekel titeket, akkor nézzétek vissza a sárkányos videót. Na de az egészben a lényeg az, hogy ez nem érkezik úgymond meglepetésként, hiszen ez egy eléggé ismert és kedvelt éghajlat sokak által, viszont ezt a tájat szerettem volna nektek megmutatni, és akartam itt építeni, hiszen egyszerűen, nem tudom, nekem valahogyan nagyon-nagyon átadja azt az igazán Minecraftos érzést. Mármint most komolyan, nézzétek meg ezekkel az óriási hegyekkel és a rengeteg-rengeteg fával. Most ez egészen egyszerűen annyira inspiráló ez a hely, nagyon-nagyon tetszik. Itt vannak amúgy a koordináták, a seedet pedig megtaláljátok a leírásban. Viszont azt hiszem, hogy eleget járattam már a csőrömet, nagyon-nagyon izgatott vagyok emiatt az éghajlat és táj miatt, de nem akarok az a videós lenni, aki a legkisebb item és hegy miatt is annyira izgatott, hogy nem lehet érteni a szavait. Hogyha ismertek, akkor pontosan tudjátok, hogy ez nekem egy eléggé inspiráló helyszín, viszont akkor most pakoljuk ki a palettánkat, és beszéljünk róla egy kicsit, ugyanis valamit el szeretnék róla mondani. Ne féljetek, hogyha azt hiszitek, hogy ez egy kicsikét sok shulker box, akkor még nem láttátok a chestjeimet, konkrétan még 50 darab shulker shell vár arra, hogy doboz lehessen belőle, úgyhogy igen. Na de ebben van a palettánk, és minden más fontos egyébként, amit el akartam hozni a bázisról. Hát nem minden, azért a vasfarmunkat még ki kell üríteni, de értitek a lényeget, és akkor most nézzük meg, hogy milyen blokkokkal fogunk dolgozni. Tehát ebben a kettőben vannak azt hiszem a fő blokkjaink, legalábbis a színek, amikkel dolgozni szeretnénk. Szerintem ez egy eléggé árulkodó két doboz. Na de, ez nem más, mint a fehér
és a fekete, és ebben van a több. Na mindegy, értitek, prezentációnak tökéletes. Viszont most jön a fontos rész. Tehát srácok, ez nem a saját szín választásom. Amikor kijött az 1.16 még tavaly, egészen egyszerűen a fekete és a fehér árnyalatok annyira népszerűek voltak együtt, hogy nagyon, tehát szinte nem volt olyan videós, főleg külföldiek, sőt azt hiszem, hogy csak külföldiek, akik ne használták volna ezt. Most itt mondhatnék neveket, de nem akarok, ugyanis nem akarom megbántani az eredeti ötletgazdát, aki ezt legelőször kitalálta. Szerintem nem is találnánk meg, ugyanis az Instagram is tele volt vele, tehát az ottani építészek is, valamint videósok is foglalkoztak ezzel a két színnel, pontosabban árnyalattal, a feketével és a fehérrel. Nagyon sokan a középkori stílust választották, viszont én egy saját, amolyan pörkiperotos stílust fogok majd alkalmazni. Meglátjátok majd, hogy ez hogyan fog kinézni, viszont ezt mindenképpen el akartam mondani. Nagyon fontos a kredit, tehát szeretném elmondani azt, hogy nem én terveztem ezt a palettát. Én őszinte leszek veletek, nekem ez egyáltalán nem is tetszett, amikor kijött az 1.16, nem értettem. Aztán megláttam benne a kontrasztot, és onnantól már úgy voltam vele, hogy amúgy jól néz ki, csak nekem annyira nem jön be. Viszont igen, tehát ezt a színpalettát nem úgy válogattam össze, ahogyan szoktam, hogy beléptem egy kreatív világba és megnéztem a kreatív menüt és összeszedtem azt, ami tetszik és ami összeillik, hanem tudtam, hogy milyen színeket kell keresnem, tudtam, hogy milyen blokkokat kell összeválogatnom, szóval igen, tehát a paletta, a színek nem sajátok, viszont az építmény nagyon is az lesz. Na jó, én azt mondanám, hogy minden további beszéd és magyarázat nélkül vágjunk bele ebbe az építménybe, és ahogyan majd épül, szépül, úgy fogom majd elmondani, hogy mégis mik voltak a fő gondolataim, és hogy mégis hogyan hoztam létre ezt a házikót. Szerintem az már most látszik, hogy egy icike-picikét nagyobb lesz, mint amekkorát ezelőtt építettünk, nem sokkal, egy kicsit. Azt azért itt mondjuk érdemes szerintem tudni, hogy én ezt előre megterveztem, ami azt jelenti, hogy lerajzoltam, készítettem hozzá egy tervrajzot, valamint ugye barátokkal beszélgettünk Discordon, ők Don't Starvoztak, én pedig rajzolgattam, és hát aközben született meg ez az építmény, aközben rajzoltam le legelőször. Tehát erről nekem van egy pontos rajzom, úgyhogy nagyon egyszerű a dolgom, hiszen tudom, hogy mit akarok építeni, ezt a rajzot kell igazából átvinnem a játékba, úgyhogy lássuk, hogy ez hogyan sikerül. Aha, oké, itt már azért látok valamit alakulni. Rendben van, na hát akkor ez lesz itt a törzse. Viszont nem lesz ennyire egyszerű, hanem kijön majd itt is. Itt lesz egy kiugró, itt pedig lesz egy ilyen tornác rész. Nem tudom, a terasz és a tornác között az a különbség, hogy az egyiknek van teteje, a másiknak nem, ugye? Azt hiszem, hogy a tornácnak van, a terasznak nincs, vagy fordítva, nem tudom. Na hát most jön az érdekesség, ugyanis most az egészet így bevisszük kővel. Tehát megcsináljuk az alapját, utána pedig majd kiszedjük ezeket a téglákat. Vagy lehet, hogy akkor szedem majd csak ki a téglákat, amikor elérek így a fa részhez. Meglátjuk. Egy valamit még szerettem volna elmondani, és ez nem más, hogy van egy videó tervem úgy január-február környékére, nem tudom, hogy pontosan mikorra. És ez nem más, mint az, hogy megépíteném a saját kis álomházamat a játékban, viszont ugye nem az lenne, hogy összeszedném, hogy mit szeretnék egy házban, hanem van egy kastély itt Magyarországon, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik, és hát mondhatni, hogy körülbelül így néz ki az én álomházam. Azt nagyon szeretném megépíteni, nyilvánvalóan kreatívban, egy jó kis timelapse-es építős videóban, na de ehhez mondjuk mit szóltok? Érdekelne titeket egy ilyen videó? A tudnivaló egyébként még erről a jövőbeli videóról az lenne, hogy ugye az álomházam és ez az építmény, amit most csinálok itt túlélőben, egy kicsit hasonlítana egymásra, ugyanis az álomházam, az a kis kastély, az inspirációja ennek a háznak is, ami azt jelenti, hogy egy nagyon kicsikét hasonlít rá, nem túlzottan, csak kicsikét. Na mindegy, szóval ezt a gyönyörű kastélyt, amit Magyarországon van, egy ilyen ingatlan oldalon találtam, hogyha unatkozok, akkor szoktam ilyeneket nézegetni, és általában kastélyokat, és hogyha valami tetszik, akkor abból tudok inspirálódni. Ez egyébként egy nagyon jó inspiráció forrás, úgyis sokan kérdezitek, hogy kiktől, vagy mégis miről szoktam inspirálódni. Nos, hát eladásra szánt házakból és kastélyokból nagyon jól lehet. Nem mindig azt használom, viszont szerintem egészen jó inspiráció forrás. Jöhet egy jó öreg kis textúrázás,
és hát ez nem mással fog megtörténni, mint Andesittel. Az Andesit egyébként az egyik legeslegjobb ilyen kőfajta. Nagyon tetszik, hogy ilyen világos, zajos, tehát van neki egy alap ilyen érdekessége, és hogyha belerakjátok egy jó palettába, akkor tök jól tud kinézni. Igazából egy csomó-csomó dologról tudnánk még beszélni, viszont úgy gondolom, hogy izgalmasabb lenne nektek az, hogyha most timelapse módra váltanánk, és úgy mondanám el, hogy mit építek, mint a jó öreg kis építős videókban, úgy, ahogyan azt 2018 eleje óta teszem, úgyhogy ez az én műfajom, let's go! Az alapok felhúzása után rögtön jöhettek ezek a gerendák. Na most ez egy bizonyos célt szolgál. Hatalmas lesz a házunk, nem vitás, és szerettem volna, hogyha a fizika törvényeinek teljesen vagy legalább részben megfelel ugye az alap, valamint az alátámasztás. Nyilvánvalóan nem lesz 100%-osan jó, ugyanis nincsen építészeti diplomám, de ezzel nincs is semmi probléma, próbáltam realisztikus lenni. Nyilvánvalóan az esztétikára is odafigyeltem, szóval a hibás blokkokat kicseréltem, valamint pár extra részletet is hozzáadtam, és végül elkezdtem az oszlopokat. A falak következtek, természetesen csak az oszlopok után, ugye itt meg tudtam tervezni nagyjából, hogy hogy fog kinézni a dimenziója a háznak. Itt látjátok, teljesen leállt a felvétel, csak a nap mozog, sajnos ez a külső nézetes felvétel korruptálódott, teljesen elromlott, ezt nem tudtam megmenteni, itt amúgy már felhúztam a fehér falakat, a következő felvételen már látni fogjátok, higgyétek el, ott van, viszont sajnos valamiért nem látszik. Na most ezután jöttek a tetőkeretek és maga a fekete cserép, erről nem nagyon tudok mit mondani, szerintem magáért beszél. Ez a tető így eléggé snasz, ugye a rajzomon is szerepel néhány ilyen tetőforma, na most ide még egy plusz részt felraktam, szerettem volna egy kicsit feldobni, ezt élveztem, tök jó móka volt és ki is fogom majd használni a teret. Oké, ide is kell egy tető, ugye ennek az irányát néztem meg alaposan, hogy mégis melyik irányba kell, hogy nézzen. Hát igen, végül úgy döntöttem, hogy a bázisához, tehát ahol a fő tető van, a legnagyobb tető, pontosan abba az irányba fog nézni. Csinálhattam volna ellentétes irányban is, viszont az alatta lévő kiugró rész, az hát ellentétes már, és nem akartam nagyon ismétlődőt, meg nagyon feltűnően erőszakosan próbálkozót. Itt néhány részlet, majd a kedvenc részem következik, ez az átlós torony. Ez abszolút az álomházamról, amiről már meséltem nektek az előbb, és még fogok is. Ez onnan jött, ez abból érkezett, az az inspiráció, és ennek nagyon örültem, nagyon-nagyon tetszik. Mostanában egyébként egyre több ilyen átlós részt rakok bele az építményeimbe, ezzel is egy kicsikét elvéve azt a kockás érzést, ugye amit a Minecraft alapból szolgáltat nekünk játékosoknak. Ezt egyébként tök jó volt felhúzni, itt látjátok, egy kicsikét leszedem a tetejét, kicserélek egy-két blokkot, bemegyek, megölöm a mobokat, amik ide beszpónoltak éjszaka, valamint felhúzom a tetőkeretet. Na most ezt követően jöhet maga a tetőcserép. Ugye a szerkezete eléggé éles lesz, tehát a vége egy csúcsban fog végződni. Ez személy szerint nekem nagyon tetszik, és a viktoriánus stílusra emlékeztet, ami az egyik személyes kedvencem. Miután ezt befejeztem, még pár részlet, valamint ablakok, de így nagyjából elkészültem. Nekem nagyon tetszik, nektek egyébként mi a véleményetek róla? Az egész túlélős építkezésben talán a legmocerásabb dolog az nem más, mint az anyaggyűjtés. Mármint az ember teljesen el van szokva attól, hogy nem úgy működik ám, hogy megnyitod a kreatív inventorit, és hát mindent kiszedsz onnan. Nem, össze kell szedned, ami kell, és azzal is időt. Hát úgymond pazarolsz, de végül is nem pazarolsz, mert a végén meg lesz az eredménye, de értitek, hogy mit mondok. Viszont itt vagyunk most már a 21. részben, és így lassan már azt érzem, hogy kezdem megszeretni, ugyanis ez egy kicsikét, egy néhány percre szakítás a nagy munkával. Eljöhetek ide, bekapcsolhatok egy jó kis horror podcastet, és hallgathatom, miközben éppen anyagot gyűjtök. Nagyon-nagyon chilles. Egyébként ezt szerettem volna nektek megmutatni, ezt a völgyet. Ezt megtaláltuk a Twitch streamemben, és nagyon-nagyon tetszett. Innen kiszedtünk már egy pár fát egyébként. Remélem nem hirdetem túlságosan sokszor a saját Twitch csatornámat, meg hogy így nem zavaró. Én tényleg csak azt szeretném, hogy legyetek ott, és minél több
minél több eseményt lássatok úgymond ebből a sorozatból. Oké, nem csinálunk ott semmi hű, de nagy extrát, viszont hogyha érdekel titeket ez a chilles anyaggyűjtős része is a játéknak, akkor igazából mindenképpen ajánlom. Mi ott szoktunk ott beszélgetni, jó szokott lenni a hangulat, 2-3 órán keresztül csináljuk a dolgunkat, szóval igen, általában szeretni szokták az emberek. Visszatérve az építményre, egészen biztosan említettem már, hogy ennek nem lesz egy úgymond megnevezett stílusa. Nem az lesz, hogy ez középkori vagy hard fantasy, vagy akár csak fantasy in general, de nem tudom, valahogyan szerettem volna egy pörki, kreatív hangulatú, tehát kreatív módban épített hangulatú házat. Attól függetlenül, hogy túlélőben építjük meg, szerintem ezt a hangulatot el tudjuk érni, mégpedig átlós építményekkel, ami szerintem nálam leginkább a kreatív módot jellemzi. Na de ezúttal ez most másként lesz. Pont ez ennek a kis kihívásnak a lényege, már hogyha hívhatom kihívásnak, ugye saját magamnak állítottam, igazából ez inkább egy terv, mint sem egy kihívás. Remélem, hogy összejön, remélem, hogy sikerül, és hogy a végeredménnyel is elégedett leszek. Ugye a rajzomon, amit elkészítettem, azon jól nézett ki minden, tehát hogy reménykedek benne, hogy ez így a Minecraftban is így lesz. Ami azt illeti, egy kicsikét belefeledkeztem az építkezésbe, és hát itt feldíszítettem egy egész részt. Csináltam néhány ablakot, meg ilyesmi, elnézést, hogy ezt itt nem vettem fel, hát nem indítottam el a felvételt, annyira bele voltam merülve. Na de, akkor a terasz rész, na most ezt mindenképpen együtt fogjuk megcsinálni. Egyelőre még nem tudom, hogy ez hogyan fog kinézni, a kis tervrajzomon már itt van valamint azon a rajzon, amit rajzoltam erről az építményről. Hát érdekes, ugye kiszámoltam már a blokkokat, úgyhogy ide elhoztam az anyagokat, mert már út voltak. Meg is nézzük gyorsan, hogy mire van szükségünk ehhez. Oszlopokra mindenképpen, szóval a Dark Oak az nem egy rossz választás, hogyha megtalálom, ígyni, és akkor ez is illeszkedik majd így a többi részéhez a háznak. Lehetne mondjuk 4 magas. Na várjátok, szükségem van a csákányra is ehhez. Aha, remélem, hogy ez így eléggé magas lesz. Itt kihagytam egy oszlopot, azt meg gyorsan megcsinálom, és akkor utána megnézzük. Most pedig akkor megcsináljuk ide a kereteket. Úgy döntöttem végül, hogy 4 magas lesz az oszlop, tehát megtartom azt az eredetit, amit képzeltem. Jó, mondjuk ide rakok le scaffoldingot, és akkor ide felmászunk. Szerintem innen simán indíthatjuk, hogyha esetleg valamibe beleütközök majd itt, ami nem tetszik, vagy valami problémám van vele, akkor majd kijebb vagy beljebb viszem. Na itt most már például elgondolkodtam azon, hogy kijebb vinném, de még nem tudom. Nézzük meg először, hogy a másik oldalon hogyan néz ki. Persze vigyük át ezt a részt itt, tehát hogy egészen biztosan ugyanott kezdjük el, mint a másik oldalon. Így néz, akkor ugye ezzel volt, egy kicsikét kijebb. Tehát, hogyha én ezt most itt felviszem, akkor ezt itt pont ki kell ütnöm ahhoz, hogy ez itt jól nézzen ki. Na jó, lessük is meg. Nem tudom, hogy ez így nekem tetszik-e, ezt majd még át fogom gondolni, most egyelőre azt mondom, hogy jó helyen van. Most ugye annyi, hogy ha ez már egy ilyen becsukhatós redőny, akkor már nem kellene külön lennie, viszont szerintem a Minecraftban megbocsátható az, hogyha így trükközzük el a dolgokat. Blackstone, na az fog nekem majd még most kelleni, ugyanis Blackstone téglával fogom megépíteni magát a cserepet. Ez azért van, hogy illeszkedjen magához a nagyobb tetőhöz, valamint hogy egy kicsikét változatosabb legyen. Ugye nem fog annyira nagyon látszani, hogy ez nem a konkrét Blackstone, ez a pikkelyes, hanem inkább ez a kockás téglás, de nem baj, mi tudni fogjuk, és nekünk jelenleg éppen ez a lényeg, tehát ez a mi bázisunk, ezt tudnunk kell, és látnunk kell, és stb. Hadd ne mondjam, hogy eléggé elfáradtam ennek az epizódnak a felvétele közben, és jelenleg azt sem tudom, hogy hol tartok a felénél, a negyedénél, stb. Ezt majd a vágás fogja eldönteni. Egy-egy ilyen bázist felhúzni eléggé sok idő és energia. Konkrétan reggel óta csinálom, és most van 3:30, hogyha ránézek az órára.
Hát nem baj igazából, szeretem ezt csinálni, de eldöntöttem most, hogy az egész bázist fel fogom húzni egyetlen részben, és nem fogom ketté szedni. Tehát most megcsinálom ezt az egész házat, ha törik, ha szakad, ebben az egy epizódban. Igazán nagy kihívás, de nem baj, szeretem a kihívásokat. Arra gondoltam, hogy a padló az sima ilyen stone bricksből lesz. Na most én szeretem az ilyen járólapos mintát, ezt persze a későbbiekben kicserélhetjük, majd gondoltam itt például a kovács asztalra is, aminek egy nagyon-nagyon érdekes textúrájú teteje van, az nagyon jól néz neki, és azt nagyon egyszerűen meg is tudom majd csinálni, ugye a vasfarmunknak köszönhetően, és én úgy gondolom, hogy ez egy egész jó ötlet, de lehet, hogy nem ide kellene. Lehetséges, hogy nem ide kellene elpazarolni. Ezt két okból mondom, az egyik az, hogy az egy olyan részlet, ami nagyon szépen kiemelkedik, és nagyon szépen mutat, úgyhogy ezt lehet, hogy az újabb storage room, azaz a tároló egységünknél fogom majd használni, és még annyi, hogy nem akarom, hogy a padló is fekete legyen, mert ugye annak fekete a teteje. Elég az, hogyha már a tetünk fekete, legalábbis én így gondolom, bár lehet, hogy ti más véleményen vagytok. Ó, te jó ég! Milyen jó, hogy hoztam magammal egy csomó könyves polcot, ugyanis szeretnék lektörnöket használni. Ez az a könyves állvány, könyves polcocska, ez. Erről beszélek. Nekem ez nagyon tetszik, korlátként kezdtem el őket használni, valahogy úgy az 1.14 környékén, ugye amikor megjelentek. Nagyon-nagyon tetszik ez a részletezési forma, úgyhogy igazából sokat alkalmazom. 31 darab talán elég lesz. Voltak, akik kérdezték, hogy mi az a blokk, amivel a leginkább tudnám magamat jellemezni. Ez valahol ugye a 3., 4., 5. rész környékén jött elő, akkor elmondtam, de most akkor elmondom még egyszer, hogyha már ezt a blokkot használom. Ugye a Lectern az egyik, a másik pedig mindenképpen a Dark Prismarine. Ide tervezem a főbejáratot, emellett pedig ezt a részt nagyon szeretném eltakarni, valószínűleg egy bokorral. Nem igazán néz ki jól ugye ez az összeeresztés, de hát ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Nyilvánvalóan, hogyha az ember több dimenzióban szeretne dolgozni, tehát nem akarja, hogy túlságosan egysíkú legyen a háza, akkor bizony-bizony be kell vállalni ilyen bakikat, amiket majd később kreatívan kell megoldani, kreatívan kell eldugni. Én ezekre általában rózsabokrokat szoktam használni, én általában levelekkel, vagy sima rózsabokrokkal, ugye azokkal a két blokk magasakkal, szerintem azok nagyon jól el tudják takarni. Mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan néz ki. Ezt komolyan mondom, hogy nem hiszem el. Minden egyes alkalommal, amikor egy nagyobb projektbe kezdek, és már majdnem a végén járok, olyankor jelennek meg ezek a fickók. Na most az a helyzet, hogy van nekem egy plüssöm, most vásároltam egyébként a Minecraftnak az oldaláról, nem promó, és hát ő így néz ki. Fülöpnek neveztem el. Mindenképpen rakok ki ide egy képet oldalra, hogy lássátok, hogy Fülöp hogy néz ki. Na én most ezt egy ilyen coping mechanizmként vettem, ugyanis az a helyzet, hogy már elegem volt ezekből a srácokból. Úgyhogy vettem magamnak belőlük egy plüst, hogy egy kicsikét jobban szeressem a fajtájukat. De hát úgy néz ki, hogy még ilyenkor sem hagynak békén. Mondjuk nem azért vettem, hogy ők jobban szeressenek engem, hanem hogy én jobban elviseljem őket. Na gyere ide! Rondasság. Hajd meg! Gyerünk! Semmiképpen nem akarom én megölni, ugyanis most nincsen nálam jelenleg tej. Menj rá! Úgy, oké. Na, gyerünk, hajj meg! Oké, na, és így nem kaptunk bedóment. Tessék. Nem volt most nálam sajnos flint and steel, úgyhogy hát nem tudtam meggyújtani, de megoldottam máshogyan kreatívan. Tessék. Nem fogjátok elhinni nekem, hogy kik látogattak meg engem ismét. 10 perccel azután, hogy megöltem őket. Hát hello, üdvözöllek itt titeket, ismételten egy túlélő videóban, te gyere, állj rá erre a campfire-re, úgy ahogyan a kis barátot csinálta az imént, tessék, úgy, na hát ez nem volt túl sok sebzés. Oké. És akkor hol a többi? Oh, hellóka, hát sziasztok, ti mindig erre a spotra fogtok spawnolni, mert az így tök érdekes lesz amúgy. És akkor ezt így ide. Így. Na most, hogy ezt szeretném-e itt hagyni, vagy sem, hát azt még nem döntöttem el. Egyelőre azt mondom, hogy próbáljuk meg slabekkel mondjuk elfedni ezeket a részeket.
Végül úgy döntöttem, hogy ezt a részt itt egészen jó lenne megvastagítani, ugye akkor itt leszek majd egy kis gondba, de ezzel majd később foglalkozom. Ugye az egésznek az lenne a lényege, hogy az oszlopok mentén megvastagítsuk itt ezeket a részeket. Na itt most ezt itt szerintem kijelölöm, mondjuk így, aztán itt is egyet. És akkor most repüljünk el és nézzük meg, hogy hogy néz ki a házunk eddig. Ugye még egyáltalán nincsen kész. Aha, kezd összejönni, oké, kezd úgy kinézni, mint a rajzon. Nagyon jó ennek, nagyon örülök. Remek. Egy valaminek igaznak kell lennie ezen a világon, és ez nem más, mint az, hogy a concrete powderrel, azaz a sóder porral dolgozni egészen egyszerűen kín szenvedés. Nem tudom nektek elmondani, hogy hányszor kellett újra leraknom egy-egy házat, és hát egy-egy részét a háznak, és így... Hát vannak érdekes szituációk, ugye, hogyha rendes szilárd blokkot raktok alá, akkor nincsen probléma, de hát ez nem mindig megoldható, ugyanis éppen valamikor a szilárd blokkot kell kicserélni, amit pont ugye kiszednétek, és akkor leesik az egész, na mindegy. Oké, ez a torony így már nekem tetszik. Most veszem észre, hogy elfelejtettem ide visszarakni azt a részt, ahol bementem. Aj. Na, és most jó a torony. Most már jó. Ide még talán lehetne csinálni egy-kettő ilyen picike kis szobakiugrót. Mindjárt megnézem, hogy mit tehetek. Azt kétlem, hogy be tudom úgy fejezni ezt a házat, hogy elég legyen a maradék rakétám hozzá. Az most már szinte-szinte esélytelen. Viszont a lényeg most ugye nem is az, hanem az, hogy jó lesz-e így esetleg ez az ablak. Végül ezt a bokrot akkor itt kiszedem, erre itt egyáltalán nem lesz szükségem, és akkor ennek a helyére jön majd a rózsa ültetvény. Ezt két oldalra is szeretnék majd rakni, legalábbis a rajzon két oldalon van, úgyhogy igen. Szeretek ahhoz ragaszkodni, amit eredetileg megterveztem. Mindig azt vallom, hogy az első tervezés a legőszintébb, nem mindig a legjobb, de a legőszintébb. Tehát amikor még konkrétan minden egyes kis ötlet a fejemben volt, ott tevékenykedett, és nem tudom. Értitek, amit akarok mondani? Tehát az első inspiráció, az első ötlet az, amit használok, hiszen mégiscsak az az eredeti. És akkor végül ezt így ide, és ennek a tetejére pedig mehetnek már is a rózsák, hogyha összejön. Ó, yes! Úgy érzem, hogy kívülről egészen jól megvagyunk. Itt még majd meg fogom csinálni az utakat, valamint a belsejét. Azonnal jövök. Új nap, új csodák a Pörki bázison. Így van, nos hát az a helyzet, hogy a valóságban eltelt egy nap. Tegnap már nagyon fáradt voltam, ugyanis 7 és fél órát dolgoztam ezen a részen. Nem csak a bázison, nyilván ebben benne volt egy icipici kis anyaggyűjtés, de hát nagy részt a bázison. Tehát nem nagyon emlékszem, hogy mit mutattam meg nektek tegnap, de így néz ki végül, ezen már nem nagyon fogok változtatni, úgyhogy körülbelül ez itt a végleges bázis. Viszont ezt még be kell rendeznünk. Egy dolgot még gyorsan szeretnék megmutatni, és az nem más, mint ez a rész. Ugye itt lesz majd a mi kis kovács műhelyünk, ez egy ideiglenes műhely lesz, szeretnék majd felhúzni ennek egy külön épületet, viszont hát igen, jelenleg ez lesz a mi kis kovácsoló helyünk, ugye itt van egy nagyon nagy kémény, meg ilyesmi. Az még itt látható, hogy nem igazán vannak itt hátul ablakok. Ez azért van, mert belül veletek szeretném berendezni, tehát nem igazán akarom azt, hogy esetleg csináljak ablakokat, ami majd a berendezésnek a kárára fog menni, úgyhogy most menjünk is be, és nézzük meg, hogy mivel fogunk dolgozni. Ugye az itteni falak fogják majd eldönteni, hogy hol lesz ablak, szóval nem a külső struktúra, hanem inkább majd a belső. Na hát, igen... Hatalmas nagy terünk van, nagyon nagy terünk van, és ezzel szeretnék dolgozni, mindenképpen. Ugye itt már csináltam egy icipici folyosót, ez lesz itt a folyosónk, és hát ezt meg csak azért építettem meg így előre, mert szükségem volt egy kis
kis sétáló helyre, kis állványra, mert hát le kellett raknom a shulker boxaimat, és megint egy shulker boxsal gazdagodtunk. Itt egyre több shulker box lesz szerintem, úgyhogy készüljetek fel. Na és akkor most gyorsan meg kellene keresnem a Darkokot, hogy be tudjuk fejezni ezt a padlót. Egyébként tegnap eléggé sikeres volt az a kis terepigazítás, amit csináltam. Sokkal több a helyünk, szóval ott is fogunk tudni majd építeni. Meg hát fontos az, hogy ha már ennyire sok energiát fektettünk ebbe a struktúrába, akkor lássuk is. Tehát akkor ne az legyen, hogy itt konkrétan egy kettő domb között van, és akkor itt van egy ilyen picike völgybe. Itt konkrétan nem tudtam rendesen kimenni, úgyhogy azt mindenképpen meg kellett javítani. Én úgy gondolom, hogy ez itt sokkal barátságosabb. Még persze fogok rajta alakítani, meg valószínűleg ezeket is itt át fogom kicsit így formálni, lesznek ott sziklák, meg ilyesmi, szóval ezt is meg fogjuk szépen csinálni, és sokkal-sokkal hamarabb szeretnék erre egyébként ráfókuszálni, mint az előző bázisnál. Ott nagyon-nagyon későn kezdtem ezeket az utómunkálatokat, ezért a sorozatnak kb. A feléig, háromnegyedéig egy ilyen nagyon csúnya környezetben vannak azok a normális házak, úgyhogy ez most másként lesz, ezt most mindenképpen szeretném máshogyan csinálni. Még nem tudtam befejezni, el kell majd mennem szedni egy kis Darkokot, de szeretném előtte kivilágítani, nem akarok itt creeper problémákat, úgyhogy jelenleg leszpemelem ezeket a fáklyákat, de mindenképpen ki fogom majd őket cserélni. Ha már creeper probléma, hát... Igen, sajnos a környezetet is egy kicsikét megritkítják, de nem baj, ezt hamar meg tudjuk majd javítani, főleg, hogy ugye van is nálam egy kis dirt, hogy ezt mindjárt gyorsan megcsinálom, és akkor folytatjuk. Csak egy gyors update a benti résznek az állapotáról, ugye nem szeretnék mindent nélkületek csinálni, úgyhogy szerintem lépésről lépésre fogjuk majd meglesni, hogy hogyan alakul ez a ház. Hogyha itt bejövünk, természetesen az ajtót becsukjuk, hát nem vagyunk mi barbárok, és hát már itt is van ez a kis folyosó. Egyelőre még nem döntöttem, hogy ide akarok-e díszeket, világítást még mindenképpen kell tennem, az nincs meg, valószínűleg fáklyák lesznek azok, de majd szépen elhelyezve ide. Hát igen, így néznek ki a falak, végül egy kicsikét máshogyan csináltam, mint ahogyan azt az előbb láthattátok, ugye ez itt nem Dark Oak a plafon, hanem egy kis spruce vibe-ot mindenképpen szerettem volna, hogy ne ennyire sötét legyen az egész, akkor egy kis küszöb, ugyanis nagyon éles volt a kettő blokknak az átmenete, úgyhogy szerettem volna valamiféle küszöböt használni, szerintem ez itt tök jól néz ki. És hát most egyelőre ugye ez itt a tárolószobánk, de ez nem a végleges funkciója, ez lesz majd itt a konyha, itt pedig majd építünk egy szép kis lépcsőt oda felfelé a második szintre, amit egyébként nagyon gyorsan ki kell majd világítanom, ugyanis hamarosan problémáink lesznek. Na de, mindjárt jövök. Csip-csip, megint én. Nos, hát egy újabb update-tel érkeztem a házról. Hát igen, tehát kitisztítottam a konyharészt, elvittem innen a cuccokat, tehát most már minden a helyén van ebben a szobában. Na most ide megcsináltam a lépcsőt, erről majd egy kicsit később beszélünk. Ide szeretném a konyhát, tehát azt majd még meg kell csinálni, szeretnék mindenképpen húsos polcokat, úgyhogy ahhoz mindjárt összeszedem a cuccokat, viszont szeretném nektek megmutatni a könyvtár szobát, ugye befejeztem ezt a folyosót, ide raktam egy kis világítást, és hát megcsináltam a könyvtár szobát. Ez egy amolyan dísz lesz, még az is elképzelhető, hogy ide majd lerakok valahova egy chestet, vagy a hordókba teszem, még nem tudom, a fontosabb enchantjainkat, amit majd a régi bázisról elhozok. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ide valahova be tudnék hozni egy villager-t, mondjuk így ide. Egy fontosabbat, mondjuk egy mendingeset, vagy valami. Azt lehet, hogy a következő részben megcsináljuk. Össze szeretném kötni ezt a bázist egy nether portállal a másik bázishoz, tehát a másik bázisnak a nether portáljához. Ezt talán a következő részben meg fogjuk tudni csinálni, még nem vagyok benne biztos, viszont ide el tudok majd hozni egy sínt, és akkor ide be tudom őket rakni, mondjuk egy mendingeset tudnék elképzelni, meg egy Unbreaking 3-asat, őket jó lenne elhozni. Na de igen, tehát ez itt a mi kis könyvtár szobánk, ide le lehet ülni, itt lehet chillelni, és hát igen, szükségem volt egy kicsit ilyen kikapcsolódó szobára is, nem csak olyanra, aminek hűde nagy funkciója van, mint mondjuk egy konyha, vagy akár egy enchant szoba, kellett valami, ahova bejövök, és csak értékelem az építészetet, értékelem a csendet, a nyugalmat,
Ide majd még szeretnék mindenképpen lúmokat, azaz szövőszékeket, vagy szövőasztalokat, mert ugye azok úgy néznek ki, mintha üres könyves polcok lennének. Egyelőre még nem néztem meg, hogy hogyan kell őket túlélőben kraftolni, úgyhogy annak mindjárt utána nézek, és hát igen, ez lesz majd itt a hálószobám, azt szerettem volna az első szintre. Na igen, tehát mondtam a második szintet, azt nem fogom még berendezni. Ugyanis eléggé sok munka lenne, viszont most már nagyon-nagyon régóta dolgozok ezen a részen, és nem tudom, hogy pontosan hány perces lesz a vágás után, és nem akarok egy egész egy órás részt összevágni, szóval a 30 perces epizódok a legideálisabbak, úgyhogy ezt majd a következő részben megcsináljuk. Viszont addig is, írjátok meg nekem, hogy milyen szobát szeretnétek itt látni. Egyelőre még nem döntöttem el, hogy hány részre osztom el, ugye itt lesznek majd valószínűleg az oszlopok, tehát elképzelhető, hogy itt lesz a folyosó, és akkor ugyanolyan méretű szobák lesznek, mint ott lent. Ide szeretnék majd egy ilyen crafting részt, vagy hát az lehet, hogy a konyha lesz, majd meglátjuk, hogy az hogyan alakul, és akkor még ide kellenének szobák. Valamint szeretném megcsinálni ezt is, tehát itt is lesz majd egy szoba, majd egy kicsikét jobban kitisztítom, és akkor látni fogjátok, hogy miről beszélek, és nem lenne rossz, hogyha ide is rakhatnánk valamit. Az enchant asztalra gondoltam, viszont annak szerintem egy külön épületet fogok majd csinálni. Na de akkor most vissza a konyhához. Tehát, na most ide fogom majd rakni a kemencéket, valahova ide tök jó lenne rakni egy ilyen polcot. Ahhoz még nem szedtem össze a húst, azt majd mindjárt megcsináljuk, csak először jó lenne ezt várjátok. Aha, de talán így jó lesz, és akkor így egyet mondjuk, és jöhet még egy ide. Na és akkor most gyorsan hozzunk egy pár disznót, valamilyen nyers disznót, mindjárt keresek. Még egy kis disznó, szuper. Csirkét még viszek, az is tök jó lesz. Csirke, puty. 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 Aha. Szerintem így jó lesz. Oké, pakoljuk rá a húsokat. Megnézzük, hogy biztosan jó lesz-e. Reménykedjünk benne. Oké, és akkor most. De nem már, ezt régen meg lehetett csinálni. Mi? Oké, srácok, közben rájöttem, hogy ha először elaltatjuk a campfire-okat, akkor utána rá lehet tenni ezeket a húsokat. Na hát, miket meg nem tanultam a mai nap. Ugyanis, hogyha ugye rádobjátok a vizet, akkor egyszerűen fogja magát és leesik. Most ilyenkor nem, de hogyha ég a campfire, akkor igen. Nem baj, tökéletes. Viszont ugye itt van a kis kisütöde, na én most itt éppen üveget égettem teljesen feleslegesen, de nem baj, nem számít. Úgyhogy próbáljunk meg ide valamiféle kis konyhára emlékeztető dolgot összehozni. Én azt mondanám, hogy mindenképpen nem azt mondom, hogy modern legyen, de hogy valami érdekes. Tehát ne legyen olyan, mint amilyen az előzőben volt, az nagyon-nagyon középkori volt. Esetleg mondjuk, aha, ezt így itt, aha. Na várjátok, ezt itt majd kijavítom, vagy esetleg nem használom a campfire-t. Az is simán egy opció lehet, nem baj. Így, aha. És akkor ezen a könyvön majd tartjuk a nagyinak a kedvenc receptjeit, valamint ezt a campfire-t tök jó lenne valahova elhelyezni, csak itt át nem fogja nagyon megfogni itt a füstöt. Na mindegy, jó ez így. Lehetőleg hamarabb meg kell majd csinálnunk mindenképpen a storage roomot, ugyanis én szerintem most több chestet és shulkert nyitottam ki, mint az eddigi részek alatt összesen. Úgyhogy ezt majd mindenképpen minél hamarabb meg kell csinálni, mert ez így borzasztó, borzasztó. Na, és akkor jelenleg így néz ki a konyha. Itt van kettő harang is. Imádom a harangokat. A harangból sosem elég. Minél több harangod van, annál nagyobb hatalmad van. Úgyhogy fosszatok ki sok falut. Na jó, a második szint üres. A konyha az szerintem szinte teljesen elkészült. Ez így tetszik nekem, könnyen bejárható. Esetleg majd még kiszélesítem így errefelé egyel. És akkor megvan a könyvtárszoba. Valamint ez a szoba is. Hát be van pakolva, de még nincsen berendezve. Egyelőre ez most csak ilyen átmeneti. Még egy utolsó kicsinke dolog, mielőtt befejeznénk ezt az epizódot, hát szeretném, hogy legyen itt valamiféle járda, az úgy nagyon jól nézne ki, hiszen mégiscsak hát nem fűn szeretnénk járni, hogyha be akarunk jutni ami kis palotánkba, hogyha szabad így neveznem. Egyébként észrevettem, hogy a viktoriánus stílus eléggé nagy hatással volt rám, főleg a berendezésnél amúgy. Még sajnos nem volt nagyon időm eldönteni, hogy hogyan szeretném a járda
járdákat, hogy egyenes legyen, vagy inkább ilyen össze-vissza, úgyhogy egyelőre így csinálom meg, aztán majd, hogyha nem tetszik, vagy a későbbiekben változtatni akarunk rajta, akkor azt megcsináljuk. Most andezitet, valamint gravelt fogok majd használni, az kiad egy ilyen szép textúrázott utat, mindjárt meglátjátok pontosan, hogy miről beszélek. És akkor jöhet egy-két helyre a gravel, így szépen textúrázásképpen. Oké, hát wow, srácok, ez egy nagyon-nagyon tartalmas rész volt. Nagyon-nagyon élveztem, és remélem, hogy ti is, viszont azt hiszem, hogy mára ennyi lettem volna. Nem akarom túlhúzni, tényleg 2 napig tartott a felvétel, és nem tudom, hogy milyen hosszú lesz. Remélem, hogy a vágás majd elintézi, hogyha mégsem, akkor remélem, hogy nem volt unalmas ez a sok-sok építés, remélem, hogy élveztétek. Én nagyon rettenetesen, és nagyon várom a következő részt is, ahol már megvan, hogy mit fogunk pontosan csinálni. Ezt egyelőre nem mondom el nektek, majd akkor kiderül, bár nyilvánvalóan ugye kapcsolattal, vagy kapcsolatban van ezzel az építménnyel, ezzel az új bázissal. Hogyha tetszett nektek, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, és még egyszer kellemes ünnepeket nektek. Tudom, elmúltak az ünnepek, szombat van, de ettől függetlenül még vissza van a szilveszter. Vigyázzatok magatokra, és mindenképpen ünnepeljétek meg az új évet. Talán 2021 egy kicsit jobb lesz, mint ez az év. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek! Pa-pa, sziasztok, hellóka!